Tisztelt elnök úr, excellenciás uram, tisztelt hölgyek és urak! Nagy öröm számunkra az, hogy a mai napon egy olyan bankkal írtunk alá több megállapodást a magyar kormány és egyéb intézetek nevében, amely a világ egyik legnagyobb és legkomolyabb pénzügyi szervezete. A Forbes 2016-os kimutatásai alapján a világ hatodik legnagyobb bankjáról van szó. A hat Kínában egy szerencse szám, és ezért is fontos az számunkra, hogy hat intézménnyel írt alá ma a Bank of China olyan megállapodásokat, amelyek egyértelműen azt mutatják, hogy országaink között nem csupán ismerettség, hanem partnerség, barátság és bizalom is jelen van. Az, hogy ilyen előremutató megállapodásokat írtunk alá, azt is mutatja, hogy bízunk egymásban, és Magyarország keleti nyitás politikája teljesen egybevág a kínai egyövezet egyút kezdeményezéssel. Magyarország volt az első olyan ország, aki elismerte az egyövezet egyút kezdeményezést, és hivatalosan is szándéknyilatkozatot írt alá a kínai népköztársaság kormányával, miszerint szeretnénk együtt dolgozni, kidolgozni ennek a stratégiának a részleteit, szeretnénk hídfőállásává válni Kínának, hogy árui, szolgáltatásai elérjék az európai kontinenst, illetve szeretnénk a másik irányban is hídfőállásként szolgálni az európai áruknak és a magyar kis- és középvállalatoknak, akik próbálják a Távol-Keletet és Kínát elérni. Mindenképpen kölcsönös előnyökben gondolkodunk, és szeretnénk azt elérni, hogy egyrészt a kínai népnek, másrészt pedig a magyar embereknek is minél inkább megelégedésére szolgáljon ez a társadalmi, kulturális és gazdasági kapcsolat. A mai napon a következő intézmények, szervezetek írtak alá stratégiai szerződést a Bank of China-val, a magyar kormány, a Magyar Nemzeti Bank, a Budapesti Értéktőzsde, az Államadósságkezelő Központ, az Exim Bank és a UnionPay. A mai napon egy olyan világról szóló esemény is létrejött, hogy a forint és az RMB egy hitelkártyán elszámolhatóvá vált. A UnionPay és a Bank of China közös kiadott hitelkártyája alkalmas lesz arra, hogy akár magyar forintban, akár a kínai fizetőeszközben, az RMB-ben elszámolható legyen bármilyen tranzakció, ezért nem kell egy nagy világvalutára átváltani, euróra vagy dollárra, magyar forintot például, hogyha valaki Kínában akar vásárolni, ugyanazzal a hitelkártyával Magyarországon és Kínában is szabadon tud gazdálkodni. Ez egy tényleg világra szóló történet, Magyarországon és Közép-Kelet-Európában ilyen fizetőeszköz eddig nem volt, és nagyon örülünk, hogy Magyarország egy ilyen első lehet ebben is. Mint ahogy a Bank of China történetében már többször volt ilyen történelmi első kezdeményezés, például amikor 2003-ban az első leányvállalatát itt megnyitotta a Bank of China, akkor ez egész Közép-Kelet-Európának az első kínai pénzügyi intézménye volt. Amikor 2015-ben az RMB Clearing Központ megnyílt, akkor az eurozónán kívül az első európai clearing központ nyílt meg. Az ugyancsak korszakalkotó volt, amikor 2015-ös jóváhagyással 2016-ban RMB-ben jegyzett államkötvényt tudott kibocsájtani Magyarország 1 milliárd RMB értékben. Annyira sikeres volt ez a kötvénykibocsátás, hogy több mint kétszeres túljegyzés volt az első nap erre a kötvényre. Tehát látszik az, hogy hatalmas igény van erre, és a vezető közgazdászok és az üzletemberek is felismerik azt az igényt, amit mi megfogalmaztunk az egyövezet egyút és a keleti nyitás szempontjából. Köszönjük azt, hogy a Bank of China vezetője most már sokadjára van itt Magyarországon, és hogy ilyen kitüntetett figyelemmel követ bennünket. Az, hogy a Bank of China a központi regionális szervezetét itt hozta létre Magyarországon, és a Közép-Kelet-Európában nyíló leányvállalatokat is innen vezetik, ugyancsak azt mutatja, hogy ez a bizalom, ez hosszantartó, és valószínűleg kölcsönösen előnyös tud lenni majd a továbbiakban is. Vannak már stratégiai megállapodásunk egyébként kínai vállalatokkal, tehát ez nem az első volt, de az első kínai
pénzügyi szektorbeli ilyen megállapodás volt. A Wanhua, a Huawei és más cégek már itt vannak a stratégiai partnereink között. A Bank of China nem csupán üzletelni akar, hanem nagyon odafigyel arra is, hogy Magyarországnak mire van igénybe, kulturális kapcsolatokban is, nyelvben is, tudományokban is nagyon gazdag a kapcsolat, és hát külön öröm az számunkra, hogy a két tannyelvű magyar-kínai általános iskola és gimnázium is már hosszú évek óta az önök támogatottsági listáján van, illetve olyan zeneművészeti ösztöndíj programuk is van, ami párját ritkítja. Tehát látjuk azt, hogy odafigyelnek a társadalmi szerepvállalásra is, és komolyan veszik azt, hogy hosszú távon is sikeres legyen ez az együttműködés. Magyarországot szeretnénk turisztikai központtá is tenni, tehát nem csupán egy befektetési célpontként szeretnénk bemutatni, hanem szeretnénk azt, hogy minél több kínai turista is felfedezze az európai történelmet és a magyarországi értékeket. Szeretnénk azt, hogy minél gazdagabb legyen ez a kapcsolat. Most már lassan két éve az Air China is direkt járatot üzemeltet Beijing és Budapest között, tehát lerövidült ez a távolság, amíg el tudunk jutni egymás országába, és az árukapcsolat is elég szoros most már, olyan infrastruktúrák léteznek most már, a régi Selyem út felújításával, szárazföldön is és vizen, hogy a köztünk lévő távolság szinte hónapról hónapra csökken. Bízunk abban, hogy ez a bizalom töretlen lesz a továbbiakban is, bízunk abban, hogy Magyarország meg tudja szolgálni az önök jó szándékát és nyitottságát, és reméljük azt, hogy a közeljövőben ugyancsak további hasonló ünnepélyes keretben tudunk majd találkozni. Az év további részében még nincs fix időpont, a 16+1-es formátumban, ami a közép-kelet-európai régió és Kína kapcsolatát hivatott szolgálni. Itt Budapesten lesz a következő kormányfői találkozó, és bízunk abban, hogy a kínai felsővezetést hamarosan itt láthatjuk majd Budapesten. Bízunk abban, hogy Magyarországnak ez a hídfőállás pozíciója tovább fog erősödni, és elnök úrral most éppen arról beszéltünk egy pár perccel ezelőtt, hogy ennek a 16+1-es politikai kormányfői találkozónak a mentén szeretnénk majd egy üzleti fórumot is létrehozni, ahol kínai vállalatok magyar vállalatokkal tudnak majd találkozni, és itt is a kölcsönös kereskedelmi kapcsolatokat szeretnénk majd tovább gazdagítani. A lehetőségek itt vannak számunkra, a kapu nyitott mindkét irányba, és bízom abban, hogy a politikai keretek és a regionális regulációs kereteknek a kihasználásával az üzlet is minél hamarabb megtalálja a számítását, és magyarországi és kínai gazdasági kapcsolatok továbbra is gyümölcsközően nőni fognak. Még röviden szeretném azt megemlíteni, hogy Magyarország exportja 2016 első 10 hónapjában a 15-ös adatokhoz képest 25%-kal nőtt. Ez egy rekord növekedés. És hogyha a magyarországi élelmiszerexportot nézzük, akkor 60%-os növekedést láttunk az első 10 hónapban. Ilyen dinamikát soha nem láttunk korábban. Magyarország rendelkezik a legtöbb élelmiszer import engedéllyel Kínában, és bízunk abban, hogy a magas minőségű, nagy hozzáadott értékű magyar termékek egyre népszerűbbek lesznek Kínában. Az, hogy Kína pedig Magyarországon keresztül jön be Európába, ezt mi nagyon örömmel fogadjuk. Magyarországon él a legnagyobb kínai közösség Közép-Kelet-Európában. A Konfucius Intézetnek 4 intézete van itt Magyarországon, sőt, a kínai tanárok, akik a Konfucius Intézetben tanítanak, az ő regionális tréningközpontjuk is itt van. Tehát látszik az, hogy nem kell kitalálnunk semmi újat, arra kell építkezni, ami már van. Most már évtizedes hagyományok, barátság és partnerség áll fent közöttünk, és mi bízunk abban, hogy töretlen lesz a jövő is. Köszönöm szépen még egyszer.